Szép jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Paksi Kistérségi Televízió sportmagazinját, vagyis a Lelátót látják. 93-75-re győzött az atomerőmű ESE férfi NB1-es kosárlabda csapata hazai pályán a Pécs ellen a bajnokság legutóbbi fordulójában. A piroskékek 9 játéknap után 7-2-es mérleggel állnak. Novemberben felkészülési mérkőzésen ugyan, de kétszer is játszott egymással az atomerőmű ESE és a pécsi VSK Veolia, ezúttal azonban már tétmeccsen küzdöttek a felek a Gesztenyés úti sportcsarnokban. Az összecsapás első negyedében egyik gárdának sem sikerült nagyobb előnyt kiépíteni, sok bosszantó technikai hiba tarkította a találkozót, amely első 10 percet 19-18-al zárult. A folytatásban már az ASE dominált, de a Pécs Budimir pontjaira építve tartotta magát. A paksiak közül Shepard és Jackson volt elemében, a félidőben 41-35-öt mutatott a tábla. A térfélcsere után már egyértelműen az atom dominált, tetszés szerint érte el találatait a piros-kék gárda, a vendég egyre jobban szenvedett a hazaiak szorításában. 30 perc után a látottak alapján az érdemi kérdések eldőltek, az ASE 16 ponttal vezetett, 68-52 volt az állás. A zárófordulóban Kovács Ákos és Eilingsfeldi sok pontot tett a közösbe, a túloldalról válasz elsősorban Luistól és Budimirtől érkezett. Mivel ezt az etapot is 2 ponttal a Paks nyerte, így végül 18 egység lett a differencia a felek közt. A végeredmény atomerőmű ESE, Pécsi VSK Veolia 93-75. A piroskékek 9 játéknap után 7-2-es mérleggel állnak. Először is szeretnék gratulálni a Paks csapatának. Tudtuk, hogy egy nagyon nehéz ellenféllel fogunk játszani, de próbáltunk belőlük felkészülni. Szerintem ez a végeredmény, ami kialakult, ez nem tükrözi a valóságot, hiszen szerintem egy szoros meccset sikerült velük játszani. Volt pár pontatlanság támadásban, illetve védekezésben, és ez okozta a vereséget. Ja, igen, azt gondolom már, hogy a rossz kezdés után nagyon gyorsan megtaláltunk a ritmust, a fiatal játékosnak nagy érdemeik voltak ebbe az időszakban, de utána az el kell mondanom, hogy a hátul meg az elől is azt gondolom elég magabiztosan játszottunk harmadik meccs, minden elismerésre a játékosok. Az atomerőmű ESE a következő fordulóban Zalaegerszegen vendégszerepel. A mérkőzést december 9-én szerdán 18 órakor rendezik, amit a Paksi Televízióban másnap 17.30-tól felvételről láthatnak. Fennállása 50. évfordulójára készül a Paksi Sportegyesület tájékozódási futószakosztálya. Ebből az alkalomból kiadvány is készül, amelybe a kezdetektől napjainkig újságcikkeket, relikviákat gyűjtenek a szervezők. Az ünnepség az országos versenynaptár függvényében a tervek szerint 2021. augusztusában lesz. A főszervezők Mitler József alapító és Kis Gábor jelenlegi vezetőedző, valamint a szervezőbizottság tagjai Tuba Csilla és Kovács Balázs várják az elmúlt 50 év kordokumentumait. A nagyszabású programra az egykori és jelenlegi tájfutók a részvételi szándékot a szervezőknél, valamint a 0620 333 2619-es számon jelezzék. 1-0-ra győzött a Paksi FC OTP Bankligában szereplő labdarúgó csapata hazai pályán a MOL Fehérvár FC ellen. A zöldfehérek gólját a 89. percben Ádám Martin szerezte, az újabb 3 ponttal a PFC a tabella harmadik helyére lépett. A forduló előtt második helyen álló MOL Fehérvár FC labdarúgó csapata látogatott az 5. helyzet Paksi FC otthonába az OTP Bankliga 13. fordulójában. Mindkét gárda támadó szellemben futballozik, jó meccsre volt kilátás. Az első helyzet a hazaiak előtt adódott, de a 7. percben Haraszti nagy zicsert hibázott. A 11. percben ismét Haraszti volt a főszereplő, de lövését Rockov hárította. A 23. percben Zivzivadze cselezte be magát a Paksi 16-oson belülre, próbálkozását Hegedűs védte. A folytatásban nagy helyzet már nem akadt, de a PFC dominálta az összecsapást. 0-0 volt az állás a félidőben. A szünet után sem ízlett a látogatóknak a Paksi letámadás, Sajbán sarkozása után Böde estében fölélőtt, mindez a 60. percben történt. A 64. minútonban Bognár szabadrúgását hárította bravúrral Rockov kapus. A 71. percben Balogh beadása Bognár találta meg, a lövést ismét a Fehérvár hálóőre hárította. A 89. percben Ádám Martin remekül érkezett Bertus oldal szabadrúgására, így megszerezte a vezetést és a győzelmet is a zöld-fehér gárda. A végeredmény Paksi FC, MOL Fehérvár FC 1-0. Bognár György alakulata 13 fordulót követően 21 ponttal a tabella harmadik helyére lépett.
Az első fejezet meg a második elejét azt még kívülről néztem, de látszott, hogy dominálni tudtunk, tehát végig ott tartottuk a kapu előtt a videótont, jól futballoztunk, ott voltak a lehetőségek is már az első fél időben is, azok még sajnos kimaradtak, de hát én rúgtam, hogy összes volt, úgyhogy annyira nem bánom, hogy ezek kimaradtak így, hogy 1-0-et bár mondjuk. Nyilván, hogyha azok már bemennek, akkor nyugodtabbak lehettünk volna, de megérdemeltük ezt a győzelmet maximálisra. Azt választottuk, hogy játsszuk a saját játékunkat, megnézzük, hogy ez mire lesz elég mondjuk egy videóton ellen. Szerintem az egész meccsen jobban játszottunk, mint a videóton. Sokszor sok időt töltöttünk az ellenfél tér felén. Nem tudok egyetlen egy olyan periódust mondani a meccsen, ahol jobbnak értékelném a videóton játékát. Pedig az látszott, hogy nagyon jó csapat, jó játékosok, labdaszerzésből első szándéka nagyon jó, megindultak egy párszor, de azt gondolom, hogy összességében a mi csapatunk jobb volt. Nem elég a meszt kivinni a pályára. Hát az összes második labdát ők szedték össze. Jobban akarták a győzelmet sajnos. El kell gondolkozni, mert ilyen meccset nem lehet lejátszani. 13. gólt kapjuk pontrugásból, úgyhogy úgy gondolom, hogy nem érdemeltünk győzelmet. Készültünk erre, hát az más kérdés, hogy ebben mi valósul meg a pályán. Sajnos az elején volt a gondjaink, de aztán utána kiegyenesedtünk. Ez azt gondolom egy ilyen ide-oda meccs volt, itt is, ott is voltak lehetőségek. Hát megint egy rögzített helyzetben elvesztettük a meccset. A Paksi FC a következő fordulóban Mezőkövesden vendégszerepel. A mérkőzést december 13-án vasárnap 14:30-kor rendezik, amit az M4 Sport Plus televízió élőben közvetít. Az összecsapást a Telepaks csatornáján másnap 17:30-tól felvételről láthatják. A 2020-as naptári év utolsó fordulójában a Ferencváros 2 otthonában 0-0-ás döntetlent játszott a Paksi FC 2 labdarúgó csapata az MB3-as bajnokság középcsoportjában. Kindi István együttese így 21 fordulót követően 30 ponttal a 9. helyen áll a 20 gárdát felvonultató mezőnyben. A következő percekben a vezetőedző, Bognár Dávid csapatkapitány, valamint a 12 találatot jegyző Szendrei Ákos értékeli a produktumot. Nagyon sok furcsaság volt ebben a szezonban, tehát bejött ez a vírus is, a felkészülésünk nem úgy sikerült, tehát 2 hetünk volt felkészülni a szezonra, Kozár Miszlány meccs előtt még 2 héttel nem volt meg a csapat, tehát azt gondolom, kihoztuk belőle a maximumot. Rutinos játékosa vagy az együttesnek, hiszen ugye neked profi szerződésed is van az első csapatnál, ugye ott is játszottál már edzőmérkőzéseken, de zömében azért a második számú csapatnál vesznek téged számításba. Mégis milyen ez a bajnokság, mennyire komolyak az ellenfelek, mennyire nehéz ellenük játszani? Nyilván vannak kiemelkedő csapatok, én azt gondolom, tehát a Kecskemét valószínűleg fel fog jutni az MB2-be. Én azt gondolom, vannak kifejezetten jó csapatok is, tehát a Kozár Miszlány most a bajnokság ellen jó kezdett, viszont kezdenek a bajnokság vége fele már, mondhatjuk, leszálló ágba kerülni, de azt gondolom, tényleg mondhatjuk azt, hogy jó csapatok vannak ebbe az NB3-os bajnokságban. Vannak kifejezetten gyengébben szereplő csapatok, sajnos akikkel nem kell számításba kerülnünk, nem figyelünk rájuk, mert azt gondolom, hogy nekünk az első 5-6 hely valamelyikén oda kell kerülnünk. Nehezen indult a szezon, nagyon sokára jött az első győzelem, döntetlenek voltak, vereségek voltak, de aztán végül is bele tanultatok gyakorlatilag ebbe a ligába, itt a felnőtt játékosok ellen játszani, párharcokat nyerni, jól játszani. Így van, tényleg, tehát az első 2 hét be még nem volt igazából csapatunk, tehát az arról szólt, hogy a csapat összekovácsolódjon, viszont utána tényleg az első 5-6 fordulót kivéve, utána nagyon jól szerepelt a csapat, azt gondolom, hogy jöttek az eredmények, tehát nem hiába nyertünk például a Köröslegyen ellen 5-2-re, vagy akár, tehát az utolsó 8 meccset méltán nevezhetjük annak, hogy büszkeséggel tölthet el minket, hogy a Paksi FC második csapata vagyunk.
Rutinosabb játékosa vagy ugye a csapatnak, a fiatalok figyelnek-e rád, beszélgettek-e mérkőzés előtt, után, értékelitek-e a mérkőzéseket, ugye itt azért több 20 év alatti fiatal is van a csapatban. Persze, nyilván kikérik a véleményemet, tehát ha arról van szó, hogy oda jönnek hozzám, megkérdeznek, hogy hogyan játszottak, miképpen, akkor én nagyon szívesen segítek nekik, de az edzésen is hülyéskedünk. Próbálom úgy terelni őket, hogy tényleg arra figyeljenek, hogy az NB1-re oda kerüljenek, és abból már bármi is ülhet. Itt az imént említetted, hogy az első 5-6 csapat közé oda kellene valahogy férjen a Paksi FC 2. Ez reális célkitűzés, te úgy gondolod? Hiszen azért nincsenek annyira előttetek az említett 5-6 csapat, tehát itt azért egy jó tavasszal valóban oda lehet kerülni. Így van, tehát az SMTK nagyon közel van hozzánk, tehát ők az ötödikek. Azt gondolom, hogyha így folytatjuk, mint az utolsó 8 meccsen, akkor azt gondolom, hogy az ötödik hely reális lehet. Az elején eléggé nehezen indult ez az egész. Talán az elején meg is fogott minket, hogy 4-0-ra ugye x-eltünk. Nem volt könnyű, nehéz volt megszokni ezt a felnőtt focit, de szerintem nagyon jó meccseket játszunk most már, egyre jobbak vagyunk, fejlődött a társaság. Szerintem élvezhető játékot is játszunk sok helyzettel. Hát sajnos igen, csak házi gólkirály vagyok, megpróbálok azért majd odaérni a tabella elejére is. Mennyire fontos ez számodra, hogy azért a mérkőzéseken gólt lőj és segítsd a csapatot, vagy gyakorlatilag a csapat győzelme a fontos? Azt, hogy te mellette rúgsz még egy-két gólt, vagy esetleg hármat is, az már nem fontos. Első szempont mindig, hogy a csapat nyerjen. Persze jól esik, hogyha gólt tudok lőni, meg ez az önbizalomnak is sokat ad. Sokkal magabiztosabb vagyok, hogyha én is tudom segíteni a csapatot a játékommal, esetleg gólpasszal, góllal. De persze mindig az a fontos, hogy a csapat nyerjen. Ugye összekovácsolja a társaságot egy-egy győzelem, és hál' Istennek ebből volt 8 is ebben a szezonban, illetve ebben a fél szezonban. Jó a társaság? Szeretsz ide járni az NB3-as csapathoz? Igen, nagyon szeretek ott lenni. Nagyon jó szerintem az egész hangulat, tehát meccseken is kisegítjük egymást, főleg, hogy ugye egyidősek vagyunk szinte, nagyon fiatalak vagyunk, és ez szerintem egy olyan közös hangot ad, ami nagyon ritkán van egy öltözőben esetleg. Zrikáljátok is egymást egy-egy mérkőzés után, hogyha úgy van? Persze, hát mindig én is kapom, hogyha kiadjuk egy helyzetet, vagy esetleg mondjuk a másik, vagy nem passzolja be, akkor utána azért van egy kis szekálás, de hát ez természetes. Ugye az NB1-es csapatnál is többször lehetőséget kaptál már, korábban többet, most egy kicsit kevesebbszer, de most a MOL-Fehérvár ellen is láthatunk egy pár perc erejéig. Tehát gyakorlatilag ez a cél, hogy az NB1-be bevereked magad? Persze, mindenkinek ez a célja, ez egyértelmű, azért van az NB3-as csapat is, ez egy tartalék csapat. Mindenki oda szeretne kerülni az első csapathoz. Nagyon örülök, hogy nekem sikerült, és továbbra is szeretnék minél több lehetőséget megszerezni magamnak a játékommal. Bognár György, az NB1-es csapat vezetőedzője, minden hazai mérkőzéseteket megnézi itt a Fehérvári úti 3-as edzőpályánál. Milyen a kapcsolatban vagy vele, mennyire sűrűn beszélgettek a teljesítményedről, arról, hogy hogyan kellene tovább fejlődnöd, tehát mennyire támogat téged? Minden héten szokott lenni az NB3-ról egy pár szó az öltözőbe, összefoglalva, amikor a játékosok mennek. Ugye általában ez két nappal utána szokott, meg kapunk mi is egy szabad napot. És akkor összefoglalja, hogy ő mit gondol a meccsről, hogyan látta ezeket, és ebből tudunk igazából fejlődni, meg előrelépni azokba a dolgokba, hogy mi az, amiben fejlődnünk kell, mit kell javítani, és mi az, amit meg kell tartani, mert jó eleme volt a meccsnek esetleg. Bognár Dávid az imént azt mondta nekem, hogy a szezon végén az 5.-6. pozícióval már elégedett lenne, tehát előre fele tekint mindenféleképpen a csapatkapitánya. Te is így teszed, osztod a véleményét, hogy az első 5-6-ba oda lehet érni? Igen, mindenképpen szerintem most már tényleg egy jó csapat vagyunk az NB3-as mezőnyben is. Jó meccseket játszunk mindig, tényleg sok helyzetet kialakítunk. Nem kerekedik felénk szerintem az ellenfél se, úgyhogy nagyon élvezhető szerintem minden meccsünk, és próbálunk eredményre törő játékot játszani, és gólokat lőni. Egyértelműen sikeresnek könyvelem elején is ezt a nem őszi szezont, már kettő előre hozott tavaszi forduló is lezajlott. Bizonytalanban vágtunk bele a nyáron, ami a számomra egyértelmű volt, hogy hetekre lesz szükség, hogy ez a csapat összeálljon. Ez körülbelül így is történt. Szeptember 9-ire Dunaujváros elleni meccset teszem a fordulópontot. Ott az első fél időben szerencsénk volt,
jobban játszott a Dunai Város, és valami történt velünk a szünetben, hirtelen felnőttek lettek a srácok, és a második fél időben megnyertük azt a mérkőzést, és attól kezdve úgy érzem, hogy teljesen egyenrangú ellenfelek voltunk minden csapatnak. Nyáron még azt mondtam meg, még augusztusban, szeptemberben a srácoknak, ami biztos nem is esett jól nekik, hogy ti még nem vagytok NB3-as fotbalisták, csak most NB3-ba fotbaloztok. Na most a 21 forduló után már bátran kimerem jelenteni, hogy a teljes keretünk összes játékosa NB3-as fotbalistává érett. Hát most az a feladatuk, hogy innen lépjenek még egy, akár két szintet a elkövetkezendő hónapok során. Mi volt a meglátásod, mi volt a tapasztalata a szezon elején, amikor jött a Paksi FC 2 elleni mérkőzés az adott riválisnak? Akkor ilyen kézlegyintés volt, hogy jó, játszunk egy jót ezzel a második számú csapattal, majd jó, elverjük őket, és akkor majd behúzzuk a három pontot. Vagy már itt a szezon vége felé itt már azért komolyan kezdtek számolni a társasága, hogy hát ez nem lesz könnyű meccs. Először azt éreztem, hogy átnézték a jegyzőkönyvet, hogy ki játszik vissza az első csapatból, úgymond érett neves futbolista. Amikor azt tapasztalták, hogy igazán nem az volt a jellemző, mert volt olyan, hogy nem is játszott vissza a felnőtt keretből, csak a fiataljaink, akkor gondolom megkönnyebbültek. És általában az őszre ez volt a jellemző, viszont szeptember óta már, ha csak a fiatalokkal álltunk is fel, már nem lehetett egy ilyen várándítással intézni minket, hanem már mindenkinek tartania kellett tőlünk, amit éreztek is a játékunk alapján. Február 28-án lesz a következő forduló a sorsolás szerint, mert hát ugye ebben a járványos időszakban ez nem biztos, hogy így is alakul, de reménykedünk, hogy február 28-án pályára tud lépni a Paksi FC 2, a Kecskemétet fogadja majd. Mindjárt egy jó kis rangadó, így a tavaszi gyakorlatilag harmadik, de összességében az első fordulóban. Mi lesz most két hónap, három hónap szünet a bajnokságban? Mikor kezdtek el majd közösen mozogni? Leáll-e a társaság egyáltalán, vagy mindenki egyéni edzésterv alapján készül azért? Igen, várjuk a Kecskemét elleni első tavaszi fordulót, mert az az egy mérkőzésen éreztem azt össze, hogy ott nem voltunk partnerei. Tehát az egy lényegesen jobb csapat volt, ott úgy éreztem, hogy egy utánpótlás csapat játszik a mezőny egyik legjobb csapatával. Viszont azóta eltelt három hónap, és várom, szeretnénk borsot törni az orruk alá. Most biztos vagyok benne, hogy nem lesz olyan könnyű mérkőzésük, mint volt az őszi ominózus meccs. Szerintem kellemetlen ellenfelei leszünk most már a bajnoki esélyesnek. Hát leállni nem állunk le, mivel fiatalok alkotják a keretünket. Ezt szeretnénk előnyé kovácsolni, hogy a NB3-as csapatok döntő többsége szerintem vége lett a vasárnap a bajnokinak, ők elmennek téli pihenőre. Nálunk a fiatalok igénylik is ezt, szükség is van rá, tehát mi még két hétig ugyanúgy edzünk, mint a bajnoki fordulók lennének, tehát rendesen bajnoki ritmusban nem csak edzegetünk, hanem ezt a két hetet is szeretnénk komoly munkával eltölteni, és utána január 10-11-e körül kezdjük el a felkészülést igazán a tavaszi szezonra. Bognár Dávid az imént azt mondta a csapatkapitánya, hogy az első 5-6-ba szeretné, ha végezne a társaság. Ezzel elégedetlené te is, vagy még följebb, vagy valahol itt van a realitása a Paksi FC 2-nek ez a 5.-10. hely környéke? Hát igen, itt van a realitás. Nem fogalmazódott meg bennem helyezés, hanem inkább az, hogy hétről hétre jön a soron következő meccs, abból minél több pontot gyűjtsünk, az eleve magába hordozná a felfelé lépkedésünket. Én is megnéztem a tabellát most, mielőtt jöttem, előtte fogalmam sem volt igazán, csak nagyjából tudtam elhelyezni magunkat. Tehát azt látom, hogy a 5. helyezett közelebb van hozzánk, mint a alsó régiók, tehát ezt az 5.-6. helyet valóban megcélozhatjuk, úgyhogy ha hétről hétre nyerjük a meccseket, és akkor majd valahova odaérünk. A lényeg az, hogy nem szabad kiesnünk, amit azt hiszem ősszel már nagyot léptünk afelé, hogy ez a veszély talán még nem múlt el teljesen, de talán visszafele nem kell annyira nézelődnünk. Ezek voltak az elmúlt napok legfontosabb sport eseményei Pakson. Friss hírekkel jövő héten Dalos Tibor jelentkezik. Addig is nézzék a Paksi Kistérségi Televízió műsorait. Viszontlátásra!